Az elmúlt hétvégén Székesfehérváron rendezték meg a 123. atlétikai magyar bajnokságot. A 38 versenyszámra több mint 500 egyén és közel 30 váltó nevezés érkezett. A Nyíregyházi Sportcentrum a 12 atléta képviselte, közülük 6-an éremmert értek haza Dunántúlról. Az ugrók közül Leveleki Bence 14 méter 88 cm-es egyéni csúccsal a harmadik helyen végzett, a magasugró Bakosi Péter pedig 2.18-al 6. szabadtéri bajnoki címét szerezte meg. Ebben az évben nem ő volt a ranglista vezető, a Budapest bajnokságon kikapott végül is, az Agárdi Péter a honvéd versenyző 215 cm-re nyert azt a versenyt, ahol Peti csak 2.08-at ugrott. De az előzmények az, hogy Péter egész májusban idegbecsípődés volt a derekában, és nem nagyon tudtunk készülni. Igazából nem tudtuk a nekifutását és a technikáját javítani. Ráadásul még az egyetemen komoly vizsgák előtt állt, úgyhogy ez az eléggé leterhelte, de abba egyeztünk meg, hogy a gyulai memoriára próbál felkészülni, és előtt a magyar bajnokság az egy felkészülési állomás lesz. De ismerve Péternek a versenyzői kvalitását, én biztos voltam abban, hogy ha nincs is olyan állapotban, de össze fogja tudni úgy szedni magát, hogy meg tudja védeni a bajnoki címét. Férfi diszkoszvetésben Szikszai Róbert, az olimpiai ezüstérmes 12-szeres magyar bajnok Kővágó Zoltánt megelőzve végzett az élen 62 méter 47 cm-es dobással. A berlini Európa-bajnokságra készülő atléta elmondta, hogy mire számított a verseny előtt. Arra, hogy megvenem, arra nem, viszont erre 62 méteres dobásra mindenféleképpen szerettem volna. Elég stabilan dobtam, minden a dobásom érvényes lett, 60 méter fölött volt a nagy része. Ő nem dobott magához képest jól, de ugye a magyar bajnokságot az helyezésre játszák, úgyhogy az elsőnek nem felképpen örülünk. Női diszkoszvetésben az Európa bajnoki szintre hajtó Kerekes Dóra 51-49-el végzett a második helyen. Mivel ott is egy nagyon nagy világklasszis versenyzőnk van, a Márton Anita, ez volt az elvárás. Egy kicsit szerettünk volna, hogyha a méter egy kicsit többre sikerül, de most így sikeredett. A helyezés az természetesen ez volt az elvárható is, ami sikerült is. A nyíregyháziak közül még a 800 méteren második Osváth Krisztina és a 403. Tasité Dávid szerzett érmet. Bakosi Péter és Szikszai Róbert jövő hétfőn ismét versenyez majd a székesfehérvári Gyulai Memoriál elnevezési viadalon, mindketten világklasszis ellenfelekkel szemben állnak rajthoz.